Az elmúlt 4 év kihívásairól és eredményeiről beszélt tegnap este a Kiemelő című magazinunkban Gáj József alpolgármester. A Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke úgy fogalmazott, büszke vagyok a fiatalokra, a tanulókra, a szakképzésre, az iskolákra és a kamara dolgozóira, a duális képzésben tevékenykedőkre. Nehéz 4 év volt, Covid, infláció, energiaárrobbanás, háború, ezek mind felforgatták a gazdaság több részét. A megoldásokat közösen hozták meg a gazdasági szereplők. Ennek a folyamatnak voltak olyan eredményei, mint a kamatstopp, a hitel törlesztési moratórium, illetve a Széchenyi kártya, amelyet a kamara cég a Kavosz ZRT szervezésében és hát nyilván a kamarai irodák munkájával végzünk és juttatunk el a vállalkozásokhoz a bankokon keresztül. Megjelent igényként az úgynevezett ESG, mely a cégek fenntartható működését segíti. A környezeti, a társadalmi és a vezetési tevékenységnek a fenntarthatóságát jelenti, és bizonyos cégméret fölött ez már rövidesen kötelezővé válik, hogy ilyen jelentést kell készíteni. Mi azért lobbiztunk, hogy a kis cégeknek ez ne legyen kötelező, mert nagyon komoly adminisztratív terheket ró, és ez így is lesz, vagy így lett. De a Kavosz egy kimondottan ennek erre a tevékenységre fókuszáló tanácsadó céget hozott létre. Gáj József bízik abban, hogy a közeljövőben a globális gazdaság állapota nem lesz rosszabb, hogy a nemzetközi kereskedelmi együttműködések megmaradnak, és a környezetünkben lévő konfliktusok nem lesznek a jelenleginél is rosszabb hatással a kereskedelmi kapcsolatokra. Mindezzel együtt reméli, hogy a gazdaság és ezáltal a vármegyei vállalkozások helyzete nem fog romlani, hanem inkább javulni tud az elkövetkezendő időkben.